Tárgyalás előtti meghallgatásra hívták be az izraeli miniszterelnököt szerdán. Benjamin Netanyahu korrupciós vádak miatt áll bíróság elő, a több napon át zajló Jeruzsálemi meghallgatást élőben közvetítik. A szeptember 17-ei, egyelőre padhelyzetet hozó parlamenti választás után, immár ötödik miniszterelnöki ciklusáért és ezzel együtt teljes jogi védettségéért küzdő Netanyahu politikailag motivált boszorkányüldözésnek nevezte a korrupciós vádakat. A meghallgatással kapcsolatban a politikus azt mondta, most legalább az ő álláspontja is nyilvánosságot kaphat.